Itt azt gondolom, hogy Európában felkészült emberek vannak, a nehézségek ellenére meg kell és meg fogjuk találni azt az utat, amin tovább tudunk menni, de addig lesznek nagyon nehéz, fájdalmas idők, nem csak magánszemélyként, hanem a vállalkozások számára is, és most még valójában nem érezzük azt, ami 2023-ban lesz. Hiszen most még csak beszélünk arról, hogy mi mennyire drága, de még nem annyira drága. Majd októbertől kezd ugye drága lenni, meg januártól kezd drága lenni, amikor már számlán is látni fogjuk valójában, és erre kell felkészüljünk hittel, tudással, és ezért is fontos az, hogy egy ilyen élelmiszeripari jellegű seregszemlén az egyetem szakemberei is ott vannak, mert muszáj lesz közösen együtt gondolkodnunk Debrecenben és az országban is. Minden olyan szabályt, szabványt, eljárási rendet, amit átvettünk az Európai Uniós tagságon kapcsán, és mi is tudjuk, hogy melyik az, amelyik értelmes valóban az élelmiszerbiztonságot szolgálja, és melyik az, amelyik iszonyú drága, de teljesen értelmetlen, újra kell gondolnunk, mert válság van. Talán most van az a pozíció, hogy el tudjuk fogadtatni az Unió, hogy hát a válság van, hát ugye háború van, más szabályok érvényesek most, mint amikor békeidő van. Állattenyésztésben, mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, vendéglátóiparban. Én magam is tudok egy csomó ilyet mondani egyébként, ami teljesen értelmetlen, és nyugodtan mondhatom, 100 milliókat töltünk ki a szónak a szoros értelmében a csatornába. Végig kell gondolni, hogy mit tudunk csinálni, mert ez nagyon-nagyon szorító. Ebben én nagy lehetőségeket látok. Jelen pillanatban, ha azt mondjuk, hogy hazai élelmiszeripar, akkor ez körülbelül 3900 vállalkozást jelent a mi esetünkben, és olyan 75 000 főt, aki ebben dolgozik, és közel 4500 milliárd forintos árbevételt. Az ágazatnak az export kitettsége elég magas. A tavaly előtt évben, amikor a Covid megrángatta a feldolgozóipart, az élelmiszeripar volt az egyetlen, ahol ha minimális is, de növekedés volt, és ez az export képességnek volt köszönhető. A termékek több mint harmada megy exportra, ez ugye köszönhető annak is, hogy a globális vállalkozásoknak vannak hazai telepeik, akik innen látnak el más területeket is, illetve azzal, hogy a hazai vállalatok is igyekeznek kilépni. Ne felejtsük el, hogy ugye az exporthoz kell egy homogén árualap, ami megbízható minőséget és valami mennyiséget is jelent. Két májkrémmel ugye nem indul el az ember házalni, tehát jellemzően a közepes és nagy vállalati méret az, aki érintett ebben a témában. Vannak támogatási aktualitásaink is, ugye a 21-27-es kap az, ami jelenleg él. Van két átmenet évünk, tehát ugye 23-tól lesz a kap stratégiánk. Megvannak azok a célok, amikre fókuszálni szeretnénk. Úgyhogy ami az ipar szereplőivel közösen kialakításra került, ennek az volt a lényeg, hogy versenyképes, jövedelmezőképes legyen az ágazat, erőforrás hatékonysága, még nem is gondoltuk egy-két évvel ezelőtt, amikor terveztük, hogy ez mennyire nagyon fontos és prioritás lesz. Importkiváltás, hazai piac erősítés, export erősítés, tehát ezek azok a dolgok, amik mentén terveztük, és elméletileg 750 milliárd forint van a VP-ben elkülönítve erre a területre. Ez terveink szerint 21-23-25-ben 250-250-250-nel helyeznénk ki. Már megborultak a tervek, ugyanis a tavalyi évben egy 200 milliárdos felhívásunk volt, amit két hónap alatt 380-ra jegyeztek túl, úgyhogy ott némi átcsoportosítás volt. De ezek szerint van az iparban fejlesztőkészség és potenciál, aminek nagyon örülünk. Most gondolom egy picit megakad ez, de majd igyekszünk megnézni, hogy tudnánk a feltételeket ehhez átalakítani.